A büntetésről fog szólni a jövő évi európai parlamenti választás, legalábbis Morvai Krisztina szerint. A független EP képviselő már nem indul újra, de azt mondja, az emberek meg fogják büntetni a bevándorláspárti politikusokat. A politikus az EP-ben töltött 10 évéről most könyvet ír, amiben szó lesz arról is, hogy az emberek miért félnek migráció ellenes pártra szavazni. Már is megyünk tovább Morvai Krisztinával, független európai parlamenti képviselővel. Jó estét kívánok, képviselő asszony. Az elmúlt percekben családtámogatásról, demográfiáról, Európa jövőjéről volt szó, ugye a nemzeti konzultáció kapcsán. Mondjuk, hogyha a FEM bizottságban ez a téma felmerülne, ugye az Európai Parlament nőügyi bizottságban, ön szerint az ön európai parlamenti képviselőtársai hogyan reagálnának ezekre a témákra? Most csináltam egy ilyen kis játékot, hogy miközben itt várva az én időmet Novák Katalin államtitkárasszonynak a beszélgetését néztem, és úgy néztem, hogy Európai Uniós szemüvegen keresztül, és Európai Uniós fülekkel hallgattam. Hát nem csak a FAM bizottságban, a női bizottságban, de a plenáris ülésen is Sargenti asszony, Verhofstadt és a többiek 4 jelzőt írtam ide ki, tajtékozva ordítanának, nacionalista ez az egész, rasszista, szexista és homofób. És hogyha a kedves nézők esetleg nem értenék, hogy miért, mi van a családtámogatás segítésében ilyen sok rossz, akkor a 10 éves tapasztalatom alapján hadd fordítsam le. Nacionalista ez a dolog azért, mert ugye a nemzetet akarjuk megmenteni, erősíteni, ugye a demográfia arról szól számunkra, hogy legyenek magyar gyerekek, akikből lesznek magyar felnőttek, megmaradjon a nemzet. Ez egy szélsőséges nacionalizmus az Európai Unióban. Rasszista, mert hogy tulajdonképpen miért kell előnyben részesíteni a magyar gyereket? Van elég migráns, ők hoznak magukkal gyerekeket, miért nem inkább őket fogadjuk be, és ezt halálos komolyan mondom. Tehát 10 évet lehúztam ott. 10 éven át hallgattam ezeket a szövegeket, tehát nem véletlenül mondom szexista, azért, mert elnyomja a nőket. Ez az egész arról szól, mondaná Sargentini és a többiek, hogy a nőket a családba kényszerítik, házasságba, ami eleve egy elnyomó intézmény, és szülésre kényszerítik, szülő gépeknek használják őket, homofób, illetve transzfób, mert hogy szó sem volt például ebben az interjúban sem, és valószínűleg a nemzeti konzultációban sem lesz szó, a homoszexuális családokról és a transznemű családokról. Tehát egyoldalúan és diszkriminatív módon közelíti meg a család fogalmát. Egy pár évben valószínűleg bele fog telni, mire ezeket úgy kiszellőztetem a fejemből, de talán az is megértik a kedves nézők, hogy miért volt ez rettenetesen idegesítő és feszültségkeltő ez a 10 év, hogy 10 éven át az ember ezeket hallgatja. És egy hidegháborús hangulatban van, mert hogy a mi értékrendünk az ő számukra olyan, mint ördögnek a tömjén füst, tehát kibírhatatlan. Érdekes, hogy ön is háborús párhuzamot hozott Emmanuel Macron, aki szintén már belekezdett az európai parlamenti kampányba. Ő azt mondta, hogy őt a két világháború közti időszakra emlékezteti az az állapot, ami most Európában van, és többek között a kampányban felszólítja ellenállásra a nacionalista lepra erősödésével szemben az európai nemzeteket. Ő mit gondol Macron kijelentéséről? Hát ugye egy francia úriember. Én annyira nem vagyok meglepődve, mert ezek az emberek rettenetesen dühösek, mérgesek, tele vannak feszültsége. Tehát azért, ha visszagondolunk Magyarországon és a 2002 és 10 közötti időszakra, tehát ez a balliberális oldal nyeregben érezte magát, és hogy ugye Európai Uniós viszonylatban is már a néppárt nagy részét is megnyerték maguknak, úgy mentek előre, mint kés a vajban, gondolták, hogy a 2019 májusi EP választásokon is majd ők fognak győzni, és akkor jön Magyarország, meg jön Lengyelország, és elkezdenek itt mindenféle olyasmiről beszélni, hogy család, hogy nemzet, hogy nem kell nekünk Európai Egyesült Államok, hogy mi nemzetben gondolkodunk, hogy mi családban gondolkodunk, nem kérünk a tömeges migrációból, és ez belőlük rettenetes indulatokat vált ki. Érzem a csalódottságot a hangján, és azt is, hogy hát ez az egy évtized Brüsszelben ez meglehetősen komoly kihívás elé állította, de mi volt a konkrét döntésének az oka? Tehát miért döntött úgy, hogy véget vert az európai parlamenti képviselői időszakának?
Hát én 10 évnél többet nem bírnék ebből, tehát én annyira beletettem a szívemet, lelkemet, azok a kedves nézők, akik követték a Facebook oldalamon a felszólalásaimat, meg ezt az egész 10 éves munkát látták azt, hogy tényleg a lelkem benne volt, és nagyon sokat kivett belőlem. Ez a 10 év, ez az állandó harc az igazságért, a hazámnak a megvédésért. Az egy rossz közeg, egy rossz környezet, ahol az ember beül, és folyamatosan a hazáját szidják. Hát azért én végigcsináltam a Tavares jelentéstől kezdve csomó mindent. 2009-ben, mikor kikerültem, meg kellett élnem azt, mint a Nemzeti Jogvédőszolgálat tagjának, és mint a Civil Jogászbizottság tagjának a 2006-os szemkilövések után, hogy Gönc Kinga, aki a szemkilövető kormánynak volt a tagja, elnökölte az Emberi Jogi Bizottságnak az ülését. Tehát azért borzasztó dolgokon mentem keresztül, és akkor persze nem volt Magyarországgal semmi baj. Csak akkor kezdődött, mikor 2010-ben polgári kormány lett. Azért nem vállalnám többet, mert az egészségem is egész biztosan rámenne, és azért szeretném megélni azt, hogy a 3 lányom gyermekeit, az én unokáimat egy kicsit szeretgethessem. Erre nem sok esélyem lenne, hogyha még maradnék, meg hát a Jobbikkal is ugye elromlott a kapcsolat. Én a Jobbiknak nem voltam tagja soha, de a Jobbik jelölt engem az Európai Parlamenti Képviselőségre, és amikor elmentek be a liberális irányba, akkor hát, mint ahogy a nézők is talán tudják, elváltak útjaink. És a magyar törvények szerint, ezt mondom azért is, mert nagyon sok Facebook kommentet kapok, nem lehet függetlenként indulni. Tehát még hogyha az a sok nagyon kedves olvasó, akiknek nagyon köszönöm azt a sok pozitív kommentet, és azt a sok bíztatást, hogy de Krisztina, induljon, ha nem párttal, akkor függetlenül, nem lehet. Tehát még hogyha meg tudnának győzni, akkor se lehetne, mert csak párt. Innen folytatjuk. Egy rövid szünet után jövünk vissza a második részre, nem menjenek sehova. És már is megyünk tovább a második résszel. Itt van Morvai Krisztina, független európai parlamenti képviselő. Jó estét kívánok! Ugye 2010-től kezdődően, erről beszéltünk az első részben, több alkalommal is megvédte Magyarországot azoktól a politikai támadásoktól, amelyeket a brüsszeli vagy a strasbourgi parlamentben kaptunk. Mit tudott tenni európai parlamenti képviselőként, tagállami európai parlamenti képviselőként? Mire a legbüszkébb ebből az évtizedből? Hát arra, hogy védtem a magyar emberek jogait, a magyar emberek méltóságát, és büszke vagyok arra, hogy bátor voltam. Tehát bátor voltam, és behoztam olyan témákat, például volt Veszent Trianon című felszólalásom, és olyan stílust, ami addig tabu volt. Tehát ugye mi udvariasak voltunk, próbáltunk úgy viselkedni, amiről mi akkor még azt gondoltuk, hogy európai viselkedés. Hát látjuk, hogy az európai viselkedés addig tart, amíg nem megyünk szembe azzal az értékrenddel, amit ők ránk akarnak kényszeríteni. Mert ahogy kezdtük szerkesztőasszony a beszélgetést, ugye Macron már mindjárt lepráról beszél, és magából kikelve, és velem is volt többször olyan eset, hogy fejhangon ordítottak velem elnöki pozícióból, ugye kulturált európai emberek, azért, mert szembe mentem azzal a gyalázatos értékrenddel, amit ránk akartak erőltetni, és ezzel biztatást adtam a többi magyar képviselőtársamnak is, sőt, nem csak magyaroknak. Tehát bátrabbak lettek, egyenesebbek lettek, mint annak előtte. Hogyan tovább? Hát visszamegyek az egyetemre, én egyetemi docens voltam az eltűntető jogi tanszékén, amikor 2006-ban közéleti szereplővé váltam, akkor, amikor Gyurcsányék ugye lövöldöztek, és meggyalázták az 50. évfordulót. Egyébként az, hogy én így váltam közéleti szereplővé, a legnehezebb perceken is átsegített ez alatt a 10 év alatt, mert mindig tudtam, hogy többek között azért harcolok, hogy ezek az erők soha többet ne kerülhessenek vissza Magyarországon a hatalomba. És mindig felidéztem azt a könygázt, a lovasrohamot, a kardlapozást, azt, hogy idáig szemtelenedtek, idáig jutottak el azért, mert hagytuk magunkat, mert úgymond partnernek tekintettük őket, udvariaskodtunk, és tudom, hogy ilyen hangot velük sem Magyarországon sem, az Európai Unióban
nem lehet ilyen baráti hangot megütni. Képviselőasszony, ugye két olyan hivatást vállalt, amelyek azért kölcsönhatásban vannak egymásra, tehát a jogász és a politikusi hivatásra gondolok. Van meccéspontja ennek a két küldetésnek, vagy mit tekintett a legfontosabb vállalásának, vagy feladatának ezeken a területeken? Hát abszolút olyannyira van meccéspontja, hogy én végigként jogvédőnek éreztem magam. Tehát én úgy éreztem, hogy tulajdonképpen ugyanazt csinálom, mint amit jogászként szoktam csinálni. Egész életem arról szólt, hogy elnyomott helyzetben lévő, kiszolgáltatott helyzetben lévő embereken segítettem jogászként. Csak ugye az ember, hogyha mondjuk egy egyetemen oktat, meg kutat, akkor mondjuk ír egy cikket, egy tudományos publikációt, akkor azt elolvassa 10-15 kollega. Így viszont, hogyha felszólaltam jogok védelmében, legyen az az elszakító területeken élő testvéreinknek a jogai, vagy például a migrációval érintett déli határszélen élőknek a kiszolgáltatottság, amit én mutattam be először, amikor ugye jöttek be a migránsok, vagy éppen a szegények, vagy éppen a nők bizonyos csoportjai, és a többi. Tehát, hogy tulajdonképpen ugyanazt csinálom, mint jogászként, csak mondjuk egy-egy felszólalásomat adott esetben megnézték 150 ezeren, 200 ezeren a neten, a Facebookomon. Arra is büszke vagyok egyébként, hogy én úgy kinyitottam az Európai Parlamentnek a kapuját, az ajtaját az emberek előtt, illetve magát a politizálást is teljesen átláthatóvá tettem. Tehát első pillanattól kezdve, mind a mai napig minden felszólalásom és a többi átlátható, meg a magyar emberek egy kicsit belelátnak abba, hogy mi folyik ott. Egészen röviden most még szélesebbre tárja az ajtót, ugye erről a 10 brüsszeli évről a napokban jelenik meg egy összegzőkönyv, amelyet egy nagyon kedves kollégámmal, Kovács Zsolttal együtt írtak. Miért érezte fontosnak egy ilyen személyes hangvételű interjúkötetben összegezni ezt az egy évtizedet? A személyes hang azért fontos, mert az emberek azt hiszik el. Tehát nagyon sok politikussal szerintem az a baj, hogy megpróbál olyan szerepet eljátszani, ami nem a sajátja. Egy politikus, egy közéleti szereplő nem végezte el a színművészeti egyetemet, hogy ő el tudna játszani valami olyan szerepet, amiben ő nem hisz. Tehát én jogászként is személyes voltam, szívtől szívig jogászkodtam, és politikusként is mindig személyes hangot ütöttem meg, mindig voltak érzelmek, én ezt nem hátránynak, hanem előnynek gondolom, hogyha valaki érzelemmel is politizál, vagy érzelemmel is jogászkodik, és ezt a fajta személyes hangot ütöttem meg a könyvben is, hogy az én szívemen, az én lelkemen, az én érzéseimben keresztül is ismerjék meg az olvasók, hogy mi volt ez az egész. Az még, hogy olyan személyes dolgokról is beszélek, mint például a két nagyon komoly kiégési szindrómám, burnout szindrómám, ami gyakorlatilag életveszélyes állapot, pszichoszomatikus alapon, azt például azért is osztottam meg, mert meggyőződésem szerint nagyon sok ember van, lehet, hogy éppen ápolónő vagy tanár, aki hasonlóan beleteszi szívét, lelkét a munkájába, és ilyen helyzetbe kerül, pszichés problémái lesznek, és szeretném, hogy ezek az emberek érezzék azt, hogy nincsenek egyedül. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!